Téli 2 stúdiójában a Párbajmester, Vágó István. Jó estét kívánok, nagyon szépen köszönöm. Műsoraink szorgalmas nézői tudják, hogy ebben a műsorban előfordul néha egy-egy kellemetlen hang, ezek közül talán a legkellemetlenebb az a duda, amelyik időnként megszólal a műsor végén. Tehát a múltkor is az történt, hogy a legképtelenebb helyen szólalt meg, úgyhogy nem tudjuk, hogy kik fognak most játszani. Egy dolog biztos, hogy a második párbajára érkezik Kinga! Kevés csókolom, Kinga. Ugye az történt, hogy éppen kiválasztotta volna az ellenfelet, de akkor ez a duda, ez pont megszólalt, úgyhogy most, mert hogy ami késik, az nem múlik, most már választhat, hogy a második párbaját kivel akarja megvívni. Íme. Nos, van nekünk egy 23 éves budapesti egyetemistánk, Ortutai Marcell. Jó estét! Középen áll egy 32 éves marketinges, Simon Orsolya. Csókolom. És a jobb oldalon egy 33 éves örök diák, Farkas András, Budapestről. Nem esek abba a hibába, hogy mert csinos az asszony, ezért nem választom, mert biztos nem okos, mert szerintem okos. Úgyhogy a harmadik úriembert szeretném választani. Az alig, hanem Sancho, az örök diák. Így van. Megnézzük, jól választott-e. Sancho! Jó estét kívánok! Megvan egy picit lepve a lány. Mert azt mondta, hogy egyetemistát nem akar, de ő örök diák. Ebből hát én nem baj. Az nem baj? Bolondságba gondolom. Azért? Hát nem feltétlenül, tehát kicsit becsaptalak. És mi a valóság? Hát a valóság az, hogy a Miskolci Egyetemen tanulok politikatudományt. Aki azért Sancho, mert... Amikor gyakornokkoromban beosztottak egy szerkesztő mellé, hogy ilyen szikár magas alak volt, és én voltam a hűfegyver hordozója, és rám ragadt a Sancho Panza után ez. Szerkesztőség. Jól választott, Kinga? Majd nem kiderül. Tudom. Majd kiderül. Ja, jó. Akkor nézzük meg, hogy hogy is áll Kinga, és hogyan áll Sancho, az lesz az egyszerű. Ugye Kingának ez a második párbaja, és a második párbaj végén 2 millió forintot vihet el, és ezt szerintem érdemes is, hogy kárpótolja magát az első utáni kérdését. Tehát ez azt jelenti, hogy még 4 lépés a 25 millió forintig. Győztes játékosunk Raiffeisen okoskártyán kapja meg nyereményét. A lényeg az, hogy jó játék legyen, bátorságot szeretnék látni én Kinga szemében, mert egy picit meg van illetődve. Hát, most a választás után szerintem egy picit másként gondolkozik Sanchóról ilyen beszélgetés után. A lényeg az, hogy Angárd, kezdődjék a párbaj. Melyik magyar együttesben nem játszottak testvérek? A Fonográfban, a Krisztálban, a Noxban vagy a No Thanksben? Melyikben nem játszottak testvérek? Ismerősek a zenekarok? Hát úgy, ahogy ismerős. A Fonográfról nem tudok semmit, úgy. Az, hogy a Fonográfot Kinga nem ismeri, az milyen dolog? Hát azért zenehallgatásra alkalmas eszköz, igen. A zenehallgatásra alkalmas eszköz. Értettem. Csak hogy az eszközben vannak-e, az eszközben vannak-e testvére? Így szól a kérdés. Hát annyit segítek, hogy 3 olyan válasz van, amikre illik az, hogy játszottak benne testvére. Sokan mondták, hogy le kell rakni, ha nem vagyunk biztosak. Ugye? Igen, tehát igen. Le kell rakni 3-4-et. Le is raktam. És gyorsít! Kinga gyorsít! Ja. Na, mit látnak? 3-at tett le Kinga, tehát azt tudja, hogy a Krisztálban ott vannak ugye a kaszatestvérek. Ezt úgy tűnik Sancho is tudta. Tudtam. Fonográfval mi a helyzet? Ezt nem tudtam. Nem tett rá.
Most nem akarok nagyon mellélőni, talán Tolcsfajék, valaki játszik. A Szörényi. Szörényi. A Szörényi. Az a lögvideosört, meg ilyesmik. Igen, ugye az Illés együttesnek volt a fonográf. No Thanks-re gondolkodtam, hogy vannak benne testvérek, mert annyira Tokió Hotel utánzat, azt mondják, hogy vannak. Na hát egy dolog biztos, hogy a Noxban nincsenek, úgy van. Úgyhogy mindannyian megyünk tovább, két zsetonját elnyeli az asztal Kingának, és egy zsetonját pedig Szancsónak. Itt a következő kérdés. Melyik fővárosban tartott konferenciát 1943-ban Churchill, Roosevelt és Stalin? Bagdad, Teherán, Hanoi vagy Ankara? Nem gyorsított, Szancsó. Nem gyorsított, mert szerintem ezt tudja is. Hát annyira egyszerű. Tehát, hogy ne legyen komplikált a dolog, az évet szabta meg a kérdés. És ugyanúgy a tengely hatalma képviselői vettek rajta részt. Hát ezt meg biztosan tudja a Kinga is. Föl tudja sorolni őket, ugye kínai császár. Ne csinálja ezt, Szancsó, ne csinálja. Ugye Hanoi egy sziget, ott nem lehetett. Ankara az inkább... Miért nem lehetne sziget? Miért ne lehetne szigeten? Azért, mert az biztonsági szempontból nem megfelelő. Tehát oda nem hívnak ilyen komoly vezetőket. Az a helyzet, hogy nagyon úgy tűnik, hogy Szancsó tudja, hogy mit csinál. Hát politológián talán ez könnyebb is. De azt mondja, hogy Kinga meg Bagdadra és Teheránra tett. Hanoi, amely nem sziget, ugye, azt azért gyorsan tegyük hozzá. Ankara meg Törökország fővárosaként mégse. Jöhet szóba, úgyhogy megnyugtatom Kingát. A Teherán, jó? Így van. Na, menjünk tovább. Itt az újabb kérdés. Kialakított egy kalandos életű magyar grófot a mozivásznon az alábbi művészek közül. Liam Neeson, Viggo Mortensen, Ralph Fiennes, vagy Pierce Brosnan? Erre biztosan emlékszel, egy párizsi élete Madagaszkáron. Kinga. Ez még nem gyorsító? Jó, de, akkor, nem gyorsít. Akkor, nem, akkor amikor gyorsít, akkor itt mindenfajta hő és vérhatások vannak. Gyorsítok, akkor világít. Ez az. Ez az. Köszönöm. Szancsó. Most ezt miért csinálta? Azért, hogy azt lássam ott. Hát mindenképpen meglátja, de már rég letette a négyet. Miért tette le? Nem tudtam. Nem, egyet tett Szancsó, és a megfejtése egyébként helyes. Ráfány. És ugye nyilván az angol betegről van jó, szó. Mind a négyet raktam. De csak mondom, hogy az angol beteg, érdemes megnézni. Persze. Jó film. Jó film. Igen, Gróf Almási Lászlót alakította Ráfány. Ez a dolog lényege, meg az, hogy itt a következő kérdés akkor, amikor négy zsetonja van Kingának és kilenc Szancsónak. Tessék! Mikor vonták ki a forgalomból az 1 és 2 forintos érméket? 2006-ban, 2007-ben, 2008-ban vagy 2009-ben? És megint gyorsít, Szancsó. Szó nélkül. Őrület, őrület. Megkapkodj, van odá. Ne aggódjon, nincs neki több. Ez a kettő volt. Mintha ma lett volna, de hát ma van a holnap tegnapja. Na nézzük. Egyébként 2008-ban volt. Mit szól, hogy így szalad az idő. Így aztán 7 zsetonja van Szancsónak, és sajnos... Már nincsen biztonságban Kinga, mert mindössze csak 3 zsetonja van. Na nézzük a következő kérdést. Kinek a tyúkja volt a költő által megénekelt szárnyas? Ja, hogy így értik a kérdésíró. Pásztor Mária, Pőce Borbála, Ercsei Júlia vagy Hrúz Mária?
Így már egy kicsit nehezebb. Vagyis, hogy szól a kérdés? Hát ez nyilván Vörös Martiról szól ez a kérdés. És a kérdés az, hogy ki Vörös Marti anyja? Én úgy tudom, hogy szomszédhölgynek írt, címezte ezt. Tehát nem volt belé szerelmes, ez nem egy ilyen szerelmes vers, nem egy óda, hanem ez kifejezetten egy szárnyas, egy másik szárnyasról szól. Hát akkor én nagyon el vagyok tájolódva Vörös Marti Mihályéknak. Igen? Nem? Én nem tudok róla. Tanultam, persze, csak a asszonyt nem. Elárulják végre, melyik versről van szó? Hát én ezzel nem segítek, nem de segít, segít, csak azt mondom, hogy ne vacakoljunk, hát annyi egyszerű, hogy rajta, szerintem. Nyomja az anyjáról volt, ugye? Tessé? Az anyjáról. Szóval valakinek az anyukája itt van. És mi a vers? Anyám tyúkja. Ezt Ancsó is tudta. Így van, hát ez anyák napi verse. Ha tudjuk, hogy ki írta az anyám tyúkját, azt is tudjuk, hogy ki az ő anyukája. Ugye? Én megígértem, hogy hogy játszom tovább. És hogyha készen vannak, ugye, igen, a zöld gombot kell. Sancho élesített, és élesített Kinga is. Na kérem szépen, én szerintem Kinga meglepetésére fog szolgálni, hogy Sancho megint négyet tett. Mert megteheti. Mert megteheti. Így van. Én nem. Pedig bizonyára tudja, hogy Petőfi Sándor édesanyja, aki a tyúknak volt a gazdája, őt úgy hívták, hogy... Krúz Mária. Krúz Mária. Nem, ezt nem jutott eszembe. Nem jutott. Kinga, Kinga. És még volt egy zsetonja. Nem, ez szégyen volt így. Ez szörnyű volt. Ilyenen elbukni. Sajnálom. Most nem tudom, olvassak sokat. Köszönöm a segítséget. Köszönöm. Persze, kedves Sancho, most is megteheti, hogy annyi zseton tesz rá, amennyit akar, csak itt azért máshogy fizet a dolog. Mert ugye az első jutalomjátékánál van, tehát hogyha mindhárom zsetont felteszi, akkor 100 000 forint. Ha kettőből tudja eltalálni, akkor 500 000. Ha egyetlen egy zseton tesz rá, akkor 1 000 000 forintot írunk jóvá a számláján. Ha viszont egyetlen egy zsetonnal se találja el, vagyis hogyha történetesen nem tesz a válaszra zsetont, akkor 0 forint, de azért megy tovább a másodikban. Jó. Rendben van? Igen. Itt a kérdés. Hány aranyérmet nyert Magyarország a 2009-es úszó világbajnokságon? Egyet, kettőt, hármat vagy négyet? Nem akarta volna még feltenni azt a harmadikat? De akartam volna. Hát akkor meg mi? Hát 25 millió így is belefér. Azt mondja? Igen. Hát kérem szépen, így vagy 500 000, vagy nulla. Ugye? Na hát akkor sorolom. Hosszú Katinka 400 méter vegyes. Egy. Gyurta Dániel 200 méter mell. Kettő. Miért csinál így az arcával? Mert számolgatok közben, de meg így is lehet, hogy jó, én azon gondolom. De Sancho, sajnos nincs több. Úgyhogy megvan az 500 000. Gratulálok. A nézők pedig 100 000 forintot nyerhetnek. Így szól a mai kérdés. Melyik rákcsálóról kapta a nevét a számítógép egyik tartozéka? Egyes, ha pocok, kettes, ha egér. Ne felejtsék, hogy egészen az adás befejezéséig játszhatnak. A 100 000 forint mellett napi nyertesünk még kap egy 5 000 forint értékű Libri könyvcsomagot Csernus Imre könyvével, a Libri felajánlásával. Hetente pedig a helyes megfejtők közül kisorsolunk még egy 100 000 forint értékű Egrokordú naplaszt festékvásárlási utalványt az Egrokor ZRT felajánlásával. No hát akkor, kedves Sancho, ez 500 000 forint az lehet az öné, gyarapítsa.
és válasszon egy ellenfelet a második párbajához. A bal oldalon látszólag igen, egy férfiú, egy 36 éves budapesti recepciós, Tóth András. Jó estét! Középen egy hölgy, 25 éves egyetemi hallgató Székesfehérvárról, Kovács Anikó. Kedves csókolom. És a jobb oldalon egy 19 éves budapesti tanuló, Molnár Dániel. Hallgatom, Szancsó. Igen, hát a Molnár Dániel név ugye az jól cseng, sportriportárként is. Igen. És őt fogom választani, úgyis régóta vár már. Igen, Molnár Dániel. Jó estét kívánok. Amit Szancsó a szép emlékű sportriporter kollégáról mondott, vele névrokonságban van. Igen, csupán névrokonság. De tudja, hogy volt egy ilyen nagyszerű ember. Csak sajnos elhalálozott. Igen. Mit jelent az, hogy tanuló? Mit tanul? Én a Budapesti Műszaki Egyetemen tanulok mérnök informatikát. Jó lesz ez így, Szancsó? Nekem jó. Nem bánja a választást? Ott még nem tanultam ugyan, de nem bánom. Jó, rendben van. Hát akkor nézzük meg, hogy ki hol áll. Jó? Szancsó éppen a második párbaját próbálja megnyerni ön ellen, kedves Dániel. Ez azt jelenti, hogy ennek a párbajnak a végén, ha nyer, akkor 2 millió forintért fog kapni egy kérdést, és akkor még 4 lépés a 25 millió forinthoz. És ha jól látom, akkor Dani, és miért ne látnám jól, az ennek a fordulónak a végén 1 millió forintért mehet, ha legyőzi Szancsót. Meglátjuk. Uraim, mindent bele! Angárd! Itt az első kérdés. Hogy hívják azt a családot, amelyhez egy őrnagy érkezik örkény művében? Úgyhogy Nagy, Szabó, Kovács, Tóth. Ez nem szerintem az. Fogad tudni. Hát a Szabó család egy 37 év, mindegy, szóval volt egy sikeres rádió műsor. Ja, hogy ez egy irodalmi mű, nem tudom. Most már látja, hogy ugyanarra tettek. Mi is a darab címe? A Tóti. Helyes. Így van. Mindketten megtartották tehát a zetonukat, mindketten továbbra is 10-zel játszanak. Itt az új kérdés. Melyik helyet védelmezi a mozifilmekben Batman? Metropolis-t, Gotham City-t, Roxfortot, Sin City-t, és most lehet tenni. Ezt pedig tanították nekünk, volt egy ilyen Batman-specifikus kurzus, ahol mindent előadtak, tehát mindenféle repülő szerkezetet lehetett tanulni, hogy az hogyan kell irányítani, és ilyesmi. Nem tudom, a politológián volt ilyen téma, vagy... Nem, ott semmi ilyesmit nem tanultunk. Ezt egész egyszerűen abból tudom, hogy nagyon szeretem a sajtokat. Hogy micsodát? Sajtokat. Sajtokat? Igen, hát van egy ilyen, hogy Roxford sajt, úgyhogy... A Sin City sajt is van. Sin City az egy börtön. Ja, az nem Sin City. Ez váratlan fordulat beszélgetésben. Mindketten élesítettek, és nagyon úgy tűnik, hogy nem bírnak egymással. Ha a megoldás Gotham City, akkor megyünk tovább. Márpedig a helyzet ez. Jó. Na nézzünk egy olyat, ahol több zseton is lepörög. Hát ha. Itt az új kérdés. Melyik állat nem indult Brémába muzsikusnak a Grimm mesében? Az ökör, a kutya, a macska vagy a kakas? Miről van szó? Hát a Brémai Muzsikusok című műről van szó. Igen. Igen. Amiről így hirtelen fogalmam nincs, melyik. Segítsen, Dani, ha van kedve. Nem tudom. Lehet, fiatalabb vagyok, de... Hát a mesékhez akkor közelebb. Ugye, és látjuk, hogy ez egy Grimm mese. Hát nem is tudom. Szóval ilyenkor mindig elgondolkodik az ember, hogy ami mondjuk 15 éve volt, ugye az nem tegnap volt, vagy ami 18, még úgyse. Szóval nem tudom. De hogy kerülnek a brémai muzsikusok közé állatok?
Hát én nem tudom, tehát én fogom, mind a négyre rakok, és élesítek. És élesít. De nem gyorsít. Dani gondolkozik. Hát jó, rakjunk mind a négyre, hogy fel legyen. Mielőtt megmutatom, hányat rakott Sancho? Fogalmam sincs. Mennyit gondol? Tudom, hogy... Egyet. Nézzük meg együtt. Egyet. Méghozzá az ökörre. Akkor szerintem Sancho tudja, hogy milyen meséről vagy van. Én vagyok az ökör. Akit érdekel, az nézze meg a brémai muzsikusokról készült képeket, ahol egymás egyik hátán állnak az állatok. Ott van rajta kakas, macska, kutya és szamár, tehát nem ötlen. Jól van, ez jól bejött. Innentől kezdve 7 zsetonja van Daninak, és még megvan mind a 10 Sanchónak. Bravo! Itt az új kérdés. Az alábbi nyelvek közül melyik tartozik a magyarral együtt az uráli nyelvcsaládba? A kínai, az orosz, az észt, a lett. És gyorsít, Sancho! Gyorsít! Hát így se került négy. Nem is volt időm megszólalni. Így se került 4 zseton, ugye Danitól, csak 2. Méghozzá az észt és a lett. Tehát biztos, hogy nem a kínai. Hát ez csak nem. És biztos, hogy nem az orosz. Hát manapság elég sokat beszélgetünk erről a dologról, úgyhogy még egy kicsit beszélgessünk a reklám alatt. Madonna nem egy mai csirke, hogy úgy mondjam. Fantasztikus felkészültség. Ha igaz? Igen. Mind a ketten nagyon tudnak. És csak egy mehet tovább. Az egri emberek bátorsága már a török idők óta közismert. Remélem azért egy skandináv lottó szelvény sem fog ki rajtuk. Köszöntöm Önöket Egerből! Sorsolási bizottságunk elnökétől húzok egy borítékot, amelyben az szerepel, hogy hol állítjuk fel ma a szerencsepontunkat, illetve mi közjegyzőnk felügyel, kisorsolom a szerencse feladatot is. Ma a Széchenyi utca, Csiki Sándor utca sarkán a mozi előtt állítjuk fel szerencsepontunkat. És az játszhat, aki a 4 égtájat jelölő kártya közül kihúzza az általa előre meghatározottat. Itt vannak a kártyák, én pedig már is keresem játékosainkat. Megállíthatom 1 millióért? Meg. Lát 4 kártyát. Igen. Ezen 4 égtáj szerepel. Önnek tippelnie kéne egyet, és utána ugyanezt kihúzni. Mondjuk észak. És az éjszakot sikerült elsőre kihúznia. Van-e önnél erre a hétre érvényes skandináv lottószelvény? Nincs. Ez tudja, mit jelent? Nem nyertem 1 milliót. Kezét csokolom, bocsánat. I don't speak Hungarian. Oh, I'm sorry. Bye-bye. Megállíthatom 1 millióért? Akár 2 is. Egy van, ez biztos. És végre egy úriember, akinek fölfelé kell tartanom a mikrofont. Éjszak. Fordítsa is föl, legyen kedves. A kelettel el kell, hogy búcsúzzak. Hello, főnök. Nyugat. Tessék felfordítani. Hát igen, lassan dél, úgyhogy elbúcsúzunk. Köszönöm szépen. Uha. Nyugat. Legyen nyugat. És a nyugat, ott a nyugat, ott a nyugat. Egy kérdésem van még. Van-e önnél egy skandináv lottó szelvény? Van. Tényleg? Hadd nézzem meg azért. 7/35. 4 mezőben megjátszva 39. játékét. Már is megvan a mai milliómosunk. A kérdés adott. Számított rá? Nem. Biztos eljátszott már a gondolattal, hogy ha nyerne, akkor mit kezdene vele? Mindig eljátszottam, de most hirtelen nem tudok mit mondani. Az egri szerencse csillagok Mandikoletre mosolyogtak, de ne felejtse, holnap bármelyik városban feltűnhetünk, és akár önt is. Megállíthatják 1 millióért. De nagyon jó érzés. Mindenképpen fordítok belőle az egyetemi tanulmányaimra is. Szerintem jótékonykodni is biztos, hogy fogok belőle. Fantasztikus. Milliómos vagyok. Nem mozdul!
Vodafone családi ajánlathoz akár internet előfizetést is választhatsz, melyhez a modem most 0 forintért a tiéd lehet. Vodafone. Egyre többet adunk. A kutyák jó kedve és egészsége a pocakban kezdődik. A szükséges tápanyagok megfelelő arányával és a rostokkal a Pedigree gondoskodik az optimális emésztésről. A bizonyíték szemmel látható. Új Pedigree száraz eledel. Az optimális emésztésért. Segítsen ön is a menhelyi kutyáknak szerető otthonra találni. Mint egy fa levél a szélben. Az új Naturella Ultra betét olyan vékony, mint egy fa levél, és mégis kitűnő védelmet nyújt. Csak gyengéd érintést érzel a bőrödön. Vékony, mint egy fa levél. Új Naturella Ultra. Érezd a természet gyengéd érintését. Negro. Csúszok haza, baby vagyok! Hú, leszestünk közünk! Negro, a torok kéményseprője. Ennyire ég a torkod? Ne aggódj! Az új Strepsils mint egyedülálló segédanyag összetétele azonnali hűsenyhülést hoz az égő torok számára, és antibakteriális hatóanyagai akkor is hatnak a torokban, miután a tabletta elolvadt. Próbálja ki az új Strepsils mintet! A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét. Miért fizet folyamatosan a legnépszerűbb csatornákért? Előfizetés nélkül is nézheti őket, megfelelő tetőantennával és egy mindig TV matricás dekóder segítségével. Előfizetési díj nélkül nézhet 7 népszerű csatornát digitális, sőt 3-at akár HD minőségben is. Matricás tévével pedig dekóderre sincs szüksége. Minőség havidíj nélkül. Mindig tévé. Játékos frissesség. Tiktak. Meg sohasem tudhatod. Hello! Szeretne mostantól mindent olcsóbban megvenni, mások vásárlásaiból jövedelmet szerezni, rövid időn belül karriert elérni? Igen, ön! Ismerje meg a Cyanet zseniális rendszerét, gazdagodjon meg költekezéseiből, regisztráljon www.gazdagodjon.com. Mostantól a tea egészen mást jelent. A kiváló minőségű tea levelek és a gyümölcs darabok zamatát egy különleges piramisba zártuk. Fedezd fel a teázás minden eddiginél csábítóbb élményét. Új piramis teák a Liptontól. Lipton, a tea képes erre. Mi lesz ma a vacsora? Bolognai lazánye. A Knorr raffinériával incsiklandó lazanyét varázsolhat a családi asztalra. Próbálja ki az új Knorr lazanye raffinériát. A doboz az ízletes szósz mellett eredeti olasz tésztát is tartalmaz. Knorr. Minden közös étkezés egy lehetőség. Épp csak egy kicsi hiányzik. Kisebb összegű kölcsönökért sürgős esetben hívja a Providentet. 0640 50 50 50. 200 000 forintos 67-es kölcsön és otthoni szolgáltatás esetén a THM 278,84%, az éves kamat 38,29%. Provident. Ha csak egy kicsi hiányzik. Védekező képességünk nap mint nap számos kihívásnak van kitéve. Most a Nagy Aktimel támogatás keretében 500 000 palackot osztunk szét éppen ott, ahol szükség van rá. Aktimel.hu. Vigy egy lapát földet, dörzsöld bele a füvet, és locsold meg az egészet. Aztán rejtsünk el egy paradicsomfoltot. Anu, ezt soha nem szedik. Jaj, ne. Ennek annyi. Állj, ez nem okoz gondot a Benisoxi Intelligence-nek. Intelligens formulája enzimeket tartalmaz, melyek azonosítják a foltokat és segítenek eltüntetni őket. A titkos folt is eltűnt. Valami újat kell kitalálnotok. Csak adjon egy kanállal minden mosáshoz. Bízzon a Venisben, felejtse el a foltokat. Fedezd fel a Csió kemencében sült ropogtatni valóinak egyedülálló világát.
Sok-sok aranybarna, friss és ropogós finomság. Pont úgy, ahogy te szereted. Ha kedveled a változatosságot, mindig találsz köztük olyat, amelyik illik a hangulatodhoz. A Csió kementében sült ropogtatni valói most kibővült választékkal várnak rád. Vadonatúj hagymás cikletti. Érdemes ráharapni. Vajon létezik tökéletes kapcsolat, amelyben egyformán fontosak vagyunk, és megbízunk egymásban? Meghallgatjuk a másik kedvenc zenéjét, de szabadon dönthetünk a miénkről. Ismerjük egymás gondolatait, de nyitottak vagyunk az újdonságokra. Tudunk együtt örülni, és úgy érezzük, hogy megtaláltuk a helyünket. Mi sok ilyen kapcsolatot szeretnénk, ezért megalkottuk a rugalmas kedvezményeket kínáló kapcsolatprogramot. T-Home és T-Mobile szolgáltatásokat együtt igénybe vevő ügyfeleink bizalmát pedig még több kedvezménnyel háláljuk meg. T-Home, T-Mobile. Együtt, veled. Én tulajdonképpen nem a virág miatt késtem. Az... az csak a körítés. Körítés. Akkor mi a főfogás? Ez. Szeretlek. Gyere hozzám, feleség. Jóban, rosszban. Ma este 8 óra 15 perckor a TV2-n. Reszkessetek, civilek, jönnek a celebek. Pörögjön fel, ha itt akar dolgozni. Guszti első napja a szállodában takarítással indul. Ha jönne egy csicska, azzal csináltatnék meg mindent. Bódi Szilvi nekivetkőzik a munkának. Ezt mindenképpen levenném, mert már most melegem van. A törzs vendégek azonban így is kikészítik. Aztán elfáradtam. Hajdú Péternek könnyen megy az óbodai beilleszkedés. Már nincs repeta. Celeb műszak. Ma este a TV2. Kimentem pisilni. Most kell-e. Ilyen sokáig nem lehet. Jó, akkor kakiltem. Amire már régen vártunk, most megérkezett. A Krimi Hírfő vadonatúj részekkel folytatódik. Ettől lepetézel. Mi megtaláltuk a megoldást. Túl sok matek, túl kevés idő. A lényeget a számok rejtik. Ne mozduljon! Krimi Hétfő. Itt a TV2-n. Mi van? Szenvedélyünk. A szórakoztatás. Mikor mondtad legutóbb azt, hogy szeretlek? Mikor érezted legutóbb, hogy szükséged lenne egy ölelésre? Rájuk mindig számíthatsz. És jobban fogod szeretni őket, mint valaha. Kedvenc sorozataid hamarosan új részekkel térnek vissza. Ebben a párbajban az örök diákot hívta ki a tanuló, tehát itten nagyon tudásra szomjúhozó fiatalok játszanak egymással szemben, és az volt a kérdés, hogy melyik a magyarhoz ugye legközelebb álló nyelv a négy közül, a kínai, az orosz, az észt vagy a lett, és minthogyha Sancho ugye egyértelműen az észtet jelölte volna. Igen, hát az észtekre hasonlítunk a legjobban a négy közül. Kívülről vagy belülről? Kívülről, hát kívülről. Ez szőkék vagyunk, magasak, ki, és kékszeműek. Tehát azért is ilyen finn ugranak, nagyot ugranak a magyarok, ugye? Aha, értem. Na kérem szépen, Dani ezt némi, ugye ilyen cinikus mosolyal fogadja, mert ő tudja, hogy az ész benne van, és jó, hogy benne van a titjei között, úgy van. Ennek ellenére egy zsetonnal nőtt a távolság a két játékos között. 10-6-ra vezet Sancho, és itt az új kérdés. Melyik híresség a világ egyik legjelentősebb filmes rendezvényének, a Sundance Film Fesztiválnak az alapítója? Jack Nicholson, Dustin Hoffman, Robert Redford, Al Pacino. Jack
Szancsónak van valami hozzáfűzni valója? Nincsen, nem lehet több. Mert Dani gyorsi. A gyorsító következtében még egy zsetont letett. Tehát ha jól helyre tett, akkor már biztos nem lesz neki a következő kérdésnél 10 zsetonja. Azon gondolkodtam, hogy volt egy olyan film, hogy Bács Cassidy és a Sundance kölyök, és van-e közel hozzá, ki szerepelt benne, illetve tudom, hogy ez az egyik olyan, amit nem Los Angelesbe tartanak, jól tudom, Salt Lake City. Na most azt mondja, hogy Bács Cassidy és a Sundance Kid. Lehet, hogy ez a Sundance, ez innen való? Én erre gondoltam. Lehet, hogy ez egy kicsit megzavarta? Igen. Hát most lesz-e búcsú, vagy nem lesz búcsú? Igen, nem lesz búcsú, mert hogy egyébként igenis van köze a Sundance Kidhez, tehát ez remekül mondta. Tulajdonképpen mind a ketten nagyon tudnak. Mind, és csak egy mehet tovább. Itt az új kérdés. Melyik európai mini államnak van a legtöbb szomszédja? Andorrának, Liechtensteinnek, Luxemburgnak vagy Monakónak? És akinek megvan, és van még gyorsítója, már pedig mindkettőjüknek van, az szerintem az ez a beszéd. Ez a beszéd. Dani, gyorsí! Hát kérem szépen, tekintsenek egymás asztalára. Tehát Liechtenstein vagy Luxemburg? Nézzük. Belgium, Németország és Franciaország. Így van. Úgy állunk, hogy 8 zsetonja van Sancsónak, 5 zsetonja van Daninak. A következő kérdés előtt. Melyik a világ egyik legértékesebb gyémántjának neve az alábbiak közül? Nyugat szeme, dél csillaga, kelet tükre, észak fénye. Elsakkozgatom itt magamba. És Dani, és mindketten. Igen. Na lényeg az, hogy ön szerint, kedves Dani, ez a délcsillag. Így van. Sancho azt mondja, nem tudja meg. És nem örülnék neki, ha az lenne. Azt én tökéletesen megértem. Mert akkor már-már kiegyenlítődnének a zsetonszámok, ugye? Nem azért, mert akkor játékban maradna az ellenfél. Ó, maximális kérés, illetve vágy. Hát nézzük, a gyémántot úgy hívják egyébként, hogy délcsillaga. Hopp, 3 zseton már is lement innen. Danitól nem vett el egyet se. Így aztán az történt, amitől tartott Sancho, hogy kiegyenlítődött a zsetonszám, és Dani még játékban van. Na nézzük a következő kérdést. Hány évesen adta első budapesti koncertjét Madonna? Ez nem is olyan régen volt. Már úgy értem, hogy a kérdés aktualitása. 35, 43, 45, 51. Az Istenért nehogy azt gondolják, hogy én bármit is, bármilyen állást is foglalnék, hogy amikor Madonna itt volt nálunk, akkor az hány évesen lett, illetve hogy hányszorosa. Na, hányadszor? Megvan a szó. Hogy hányadszor lépett nálunk fel. Hát én úgy tudom, Madonna nem egy mai csirke, hogy úgy mondjam, de viszont nem is mostában kezdett énekelni, szóval... De itt a budapesti koncert. Értem, van. Én értem, tiszta vagyok vele. De hát... Hát szerintem... Szóval... Kész vége. Az így van. Akkor én ezt bevállalom, hogy ő először járt itt. Tehát Madonna először járt nálunk augusztusban. Lehet. Soha előtte. Hát nézzük! 1951 van született, és most 51 éves, most volt itt először, így van. Na kérem szépen, akkor a zsetonálás 5-4 Sancho javára, és mutatom az újabb kérdést. Melyik művész arszpoétikája a következő? Ha nem elég jók a képeid, nem voltál elég közel. Ezt mondta Munkácsi Mihály, Szinyei Mersepán, André Kertész, vagy Robert Capa. És Sancsónak még volt egy gyorsítója.
gyerekek, fantasztikus felkészültség. Ha igaz, és igaz, nagyon jó, nem bírnak egymással. Nézzük a következő kérdést. Mit neveztek a történelemben osztrakizmosznak? Ausztria bekebelezését, ókori cserépszavazás, osztrák államszerződés, vagy az ókori aténi adó volt az osztrakizmosz? Jó szó, osztrakizmosz. Hogy mennyire spóroljak a zsetonokkal. Itt látjuk ezeket. Mert azért a Madonnán eleizzadtam. Politológus barátom, mondj valamit, segíts ki a bajból. Miért gondolja ezt politikai szakkifejezés? Politológusoknak gondolom ismernek kell valamilyen szinten a történelmi kifejezés. Az osztrák űrkutatást. Igen, az egy nagyon izgalmas területe az osztrákoknak. Hát az az igazság, hogy szívesen segítenék, de még itt nem kerestem annyit, hogy ingyen adjak tanácsot. Ausztria bekebelezése, ókori cserépszavazás, osztrák államszerzés, ókori aténi adó. Osztrakizmus. Ez egy nagy csapda. Két osztrák vonatkozás és két ókori, tehát legalább azt a kettőt kellene tudni szétválasztani. Most akkor az ókorhoz van köze, vagy Ausztriához? Maga szerint, Sancho? Az egyik biztos igaz. Ó, ha. Én is döntök. Hát akkor lássuk. Így állunk. Jól látom én, hogy ez a párbaj eldönt. Úgy tűnik. Az ókori cserépszavazás. Igen. Nagy. Hát ez egy ilyen cseles kérdés volt. Remélem, a tanárom nem látta. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm. Hát őszintén gratulálom, mert szerintem Sancho nagyon jó játékerőt képviselt. És ez egy érdekes kérdés volt, osztrakizmosz, cserépszavazás. Ez egy vízválasztó volt. Így. No, kérem szépen, három zseton megvan, hogyha mind a hármat felhasználja és jól válaszol, akkor 100 000 forint a jutalma, kettővel 500 000, és hogyha egyből eltalálja, akkor 1 000 000. Ha nem találja el, akkor 0 forint, de természetesen megyünk tovább a következő párbajba, jó? Na, hát akkor lássuk a kérdést. Melyik állat a Dzsungelkönyvéből ismert Akela rokona? A karakál, az ocelot, a szervál vagy a dingó? A farkas... Akkor a szervál hozzád közül? Nem. Kukán? Hanem a... dingó. A dingó lesz. Na, se baj. Bizakodva nézzünk a jövőbe, jó? Meglátjuk, mi lesz. És a nézőknek pedig ajánlunk egy kérdést. Melyik rágcsálóról kapta a nevét a számítógép egyik tartozéka? Egyes a pocok, kettes a egér. Ne felejtsék, hogy egészen az adás befejezéséig játszhatnak. A 100 000 forint mellett napi nyertesünk még kap egy 5 000 forint értékű Libri könyvcsomagot Csernus Imre könyvével, a Libri felajánlásával. Hetente pedig a helyes megfejtők közül kisorsolunk még egy 100 000 forint értékű Egrokor Dunaplast festékvásárlási utalványt az Egrokor ZRT felajánlására. No hát akkor, Dani, tekintse meg a játékra jelentkezőket, tessék! A bal oldalon áll egy 37 éves budapesti fordító, Barna László. Jó estét! Középen... igen, jól látom, egy hölgy, 25 éves, székesfehérvári egyetemi hallgató, Kovács Anikó. Jobb oldalon pedig egy 40 éves szombathelyi rendőr, Gabriel Gábor. Lászlót választom. Jöjjön László! Jó estét kívánok! Miből fordít? Angolból. Dolgozott utas kísérőként? Igen, próbálom elfelejteni, meg az utasok is. Ez izgalmas játék lesz. Na kérem szépen, tekintsenek akkor a nyereményfánkra,
és nézzük meg, hogy hol tart Dani. Hát most már a sokadik játékos, aki a második párbaját játsza, és utána valamitől itt hagynak bennünket. De ebben Dani is tudas. Nos, tehát ő a második párbaj a végén, vagyis hogy ezután, ha nyer, akkor 2 millió forintos kérdést kap. És akkor már csak 4 lépés a 25 millió forinthoz, Lászlónak pedig 5 kell. Győztes játékosunk Raiffeisen okoskártyán kapja meg nyereményét. Uraim, Angárd, itt az első kérdés. Melyik labdajáték ismeri a nagy szünet fogalmát? Van-e nagy szünet a kézilabdában, a jégkorongban, a röplabdában, vagy a vízilabdában? Hol van nagy szünet? Ez egy jó kör volt. Fogalmuk sincsen, hogy nem nagy tudom, szünet a vízilabdában van. A 4/4 közül az első 2 utáni hosszabb szünet. Itt az újabb kérdés. Melyik bibliai alak felesége vált sóbálvánnyá, mikor hátranézett az elpusztult Szodomára? Putifár volt ő, vagy Lót, Noé, vagy Izsák? Ha úgy ítélik meg, hogy nem kell a másikat bevinni a csőbe, úgy látom, hogy Dani már... Az úriember nem egy könnyen becsapható figura. Igen? Úgy ismertem meg, igen. Úgy ítéli meg? Csapjalak be, szeretnéd? Vagy ne? Csapjál be. Noé. Azért sós a tenger, ha? Mert sokat sírt a Noé. Szegény Noé né után. Nem, azt hittem, hogy az asszony feloldódott az árvízben. Ez a beszél. Ha jól látom, egyetlen egy esetben játszunk tovább. Így ebben a felállásban, ha Lótról van szó. Minden egyéb esetben valakivel baj lesz. Na, kivált sóbálványjá. Lótnő. Igen. 6-6 az állás, csak hogy tudják. És itt az új kérdés. Ki alakította a címszereplőt a Maléna című filmben? Sophie Marceau, Monica Bellucci, Juliette Binoche, Ornella Muti. Maléna. Ez nem az. Nem. Sajnos nekem is csak ez jutott az eszembe. De valamitől szeretjük ezt a kérdést feltenni. Melyikük a szebb színésznő? Mindkettőjüknek mondom. Azért, mert ennek a filmnek a fényképezésért Koltai Lajos művész urat Oscar-díjra jelölték. Nem ő nyert, de Oscar-díj jelölt volt ennek a Maléna című filmnek a fényképezésért. És nincs több beszélgetnivaló. Egy dolog biztos. László tovább. Rajta volt a Sophie Marceau és visszavette. Akkor Sophie Marceau? Nézzük. Nem, Monica Bellucci. Hát kérem szépen, hogyha a zsetonokra nézzünk, akkor azt kell látnunk, hogy László már nincs biztonságban. 3 zsetonja van. És 6 zsetonja van Daninak. Itt az újabb kérdés. Mikor szabadalmaztatták a számítógépes egeret? 1960, 70, 80 vagy 90? Mikor szabadalmaztatták a számítógépes egeret? És Lászlónak már csak 3 zsetonja van. Én, mint műszaki zseni, aki egyáltalán nem konyít ahhoz, amit tanul lényegében, erre az egyre talán még tudom a választ, nem is nagyon remélem. A,
a számítógépes egeret nagyon korán szabadalmaztatták, ugye tudomásom szerint, de csak igen későn használták ugye a grafikai megvalósítás miatt, mert akkor még a számítógépek nem nagyon tudták ezt kezelni. De bátrak. De bátrak. Érdekeset mondott egyébként Dani. Természetesen vagy igaz, vagy nem. Úgy tűnik a zsetonok lerakásából, hogy Lászlón fogott az átok, mert ő elhitte azt, hogy nagyon régen. De? Én is úgy tudom, hogy nagyon régen. Hogy nagyon régen. Annyira régen, hogy a 60-as években, mondja László. De ezt Dani kizárja. Ő inkább azt mondja, hogy még a 80-as évek is szóba jöhetnek, ugye? No hát kérem szépen, először nyilvánosan bemutatták, aztán két évvel később szabadalmaztatták az egyet. Ez érdekes. Amerikaiaknál, mert róluk van szó, ez nem nagyon szokásos. Na, a lényeg az, hogy a szabadalmaztatás időpontja a 70-es években volt, méghozzá a 70-es évek elején. Így alakult aztán ki az, hogy 2 zsetonja van mindössze Lászlónak, és 5 van Daninak, tehát Dani még biztonságban érezheti magát. Én még is úgy érzem, hogy szorul a hurok. Itt az új kérdés. Ki volt a Rigó Jancsi sütemény névadója? Egy cigányprímás, egy cukrász, egy cirkuszi akrobata, vagy egy zsoké? Ki volt az? Aztán egy, lehet, hogy egy zsoké volt, aki a lovon is meg tudta enni a sütit. Nem. Lássuk a medvét. Medvéről szó nincs. Igen. Rémlik. Kettőt tett Dani, és valóban nem tett a zsokkéra. Egyet tett László, mert meg van szorulva. Most már spórolna, ugye? Hát tudják meg, hogy Rigó Jancsi egy cigányprímás volt. Igen. Egyel közelebb kerül Dani zsetonszámához. Mondom, hogy szorul a hurok. 4-2. Igen, így van. Itt az új kérdés. Helyesebben akkor ezek szerint ezt a kérdést eltesszük még a következő adásra. A nézőknek akkor még megismétlem az SMS kérdést. Melyik rácsálóról kapta a nevét a számítógép egyik tartozéka? Nemrég beszéltünk róla. Az 1-es a pocok, 2-es a egér, és 100 000 forint mellett még külön nyereményeket is nyerhetnek, talán még nem késő. A 100 000 forint mellett napi nyertesünk még kap egy 5 000 forint értékű Libri könyvcsomagot Csernus Imre könyvével, a Libri felajánlásával. Hetente pedig a helyes megfejtők közül kisorsolunk még egy 100 000 forint értékű Egrokor Dunaplast festékvásárlási utalványt az Egrokor ZRT felajánlásával. A nézőknek pedig még azt ajánlom, hogy menjenek el honlapunkra, ahol játszhatnak is, mert különböző kulisszatitkokról is olvashatnak. Ha pedig jelentkeznének ebben a műsorban, mert megtetszett a játék otthon, erre az e-mail címre írjanak, viszontlátásra. És László már is elővette a csoda fegyverét. Áldáz a partner és áldáz a küzdő. És kíméletlen, így van. Na, gyere! Hangár! Együttműködő partnerünk a könnyed fogyasztásban az Abomil Update List. Köszönet a ruhákért a Tommy Hilfiger forgalmazójának, a Roland divatháznak. Jó van, rossz van. Ez történt pénteken. Összezavarodtál és elbizonytalanodtál, és... És nem vagyok már biztos semmiben. Azért egy dolgot biztosan tudok. Mit? Szeretlek. Én is szeretlek. Érd be annyival, hogy szeretlek. Nem tudom ezt épészen felfogni, de szeretlek, de nem lehetek soha veled. Ebben minden nap bele fogok halni. Akárhányszor csak meglátlak. Azt hiszem, az lesz a legjobb, ha most egy ideig nem találkozunk. Megyek is. Jó.
A reklám után folytatjuk. Az Aktív Extra támogatója a 140 éves Pink.